Jó napot kívánok! Ez itt a Moszkvatér Tér Plus, a mikrofonnál Stír Gábor, a moszkvatér.com alapító főszerkesztője. Ebben a műsorunkban szokás szerint a hírekről beszélünk, és megpróbálunk közöttük kicsit másképp válogatni, mint a fősorban. Mert a hírek kiszűrése és tál tálalása a mainstream esetében bizony sokszor egyoldalú. És az is igaz, hogy nekünk azért sokszor nem az jut az eszünkbe ugyanarról a hírről, mint a fősodornak. És egyáltalán nem biztos, hogy mi gondolkodunk fordítva, hiszen igyekszünk, mint nagyon is, a földön járni. De igyekszünk időről időre olyan témákat is felfedezni, amelyek a hírekből valahogy kimaradnak. Nem illenek bele a képbe, vagy egyszerűen csak elkerülik a szerkesztők figyelmét. Aztán nem csak új és érdekes témákat, új olvasatokat ajánlunk, hanem magunkat is. Ezért minden alkalommal tallózunk a Moszkvatér anyagaiból. Ne felejtsék, iratkozzanak fel az UltraHang Plus csatornára, hallgassák a Moszkvatér Plus-t, valamint olvassák és kövessék a Moszkvatér.com portát. Kezdjük tehát, hiszen sűrűsödik, a levegő a világban, különösen pedig Ukrajna körül. Még ahhoz képest is, ami az elmúlt hónapokban volt. Egymást érik az ukrán hátországot érő orosz csapások. Poltavában, Odesszában és Melnycskiben is hatalmas fegyverraktárakat ért orosz rakéta találat. az orosz csapás következtében levegőbe repült, mint egy. 200 millió eurónyi nyugati fegyverszállítmány, ráadásul azóta már több mint 6000 nanoszíverre emelkedett a gammasugárzás, sugárzás, és mérgező gázok szabadultak fel. Rossz a helyzet. Ezt megelőzően egy nap alatt Oroszország négy repülőgépét, két vadászgépet és két helikoptert is lelőtték a saját területe fölött, Briansk közelében. A feszültség tehát fokozódik. Kievben pedig a hiperszónikus kinzsár rakéták a csodafegyverként beharangozott Patriot légvédelmi rendszert lőtték szét. Moszkvai bejelentés szerint egy Patriot radarállomást és öt indítóállomást semmisítettek meg. A CNN ezzel szemben úgy tudja, hogy csak megsérült a Patriot rendszer. Szóval miért is lehetett ez? Például nyomatékos válaszul arra a bejelentésre, hogy az ukránok állítólag lelőtték a lelőhetetlen orosz kinzsálokat. Mint látjuk tehát, az információs és pszichológiai hadviselés néha konkrét lépéseket generál a frontokon is. Közben Bakmutnál tovább gyúrják egymást a felek, a jó ideje beharangozott ukrán ellentámadás pedig egyre húzódik. Kiev láthatóan tart attól, hogy nem tud majd kellő eredményt felmutatni. Joggal. Ezt érzi a nyugat is, ezért jobb híjá most éppen az orosz belpolitikát igyekszik destabilizálni. Jobban, mint idáig. A CIA hazafias kémkedésre buzdít, most itt csendesen megjegyzem, nem nagyon értem ez esetben, hogy mi az, hogy hazafias kémkedés. Van kémkedés és kémkedés. De hogy hazafias. A fősodor sajtó pedig olyan címekkel igyekszik hozzájárulni mindenhez a orosz belső destabilizáláshoz, hogy Putyin újabb hadüzenetet kapott, állítólag, ezúttal az orosz partizánoktól. Hát igen, a sajtó is sokszor szurkol, nem csak a nagy érdemű. De ha már itt tartunk, akkor nézzük meg, mi is a helyzet azzal az ellentámadással. Kostur András jegyzi meg egy bejegyzésében, hogy az amerikai titkosszolgálatok célja az, hogy az orosz eliten belüli konfliktusokat minél jobban felerősítsék, abszolutizálják és az orosz erőforrásokat Ukrajna felől egy belpolitikai küzdelem irányába tereljék át. Erről szól többek között a Prigozsin, Jevgenyi Prigozsin és a Wagner körüli nagy médiahiszti. Média ezt a szándékot továbbá erősíti, hogy, mint már említettem, egyre biztosabbá válik, hogy Ukrajna a jelenlegi trendek mellett legalábbis nem tud teljes katonai győzelmet aratni Oroszország felett, és erővel visszaszerezni területeit. És hogy miért nem lehetséges jelenleg Ukrajna katonai győzelme, amikor tavaly összel több sikert is el tudtak könyvelni az akkori Herszoni és Harkiv környéki ellentámadások során? Nos, a helyzet azóta jelentősen megváltozott. Nem csak a mozgósításra gondolok, az orosz mozgó, mozgósításra, hanem másra is. Tavaly két ponton is olyan helyzetben találták az orosz csapatokat, amelyben bekerítéssel fenyegethették őket, és amiatt azok kénytelenek voltak biztosabb pozíciókra visszavonulni. Jelenleg azonban a front, hogy úgy mondjuk ki van egyenesítve, az oroszok mögött mindenütt jelentős hátország áll, mélységi véde védelem, így amennyiben egy ukránék át is törné valahol a frontvonalat, nagyon túlzott előrenyomulás esetén könnyen kerülhetne olyan helyzetbe, ami bekerítéssel is fenyegetné. Tehát az ukránok rá vannak kényszerítve, hogy egyidejüleg a, fr a front egy meglehetősen széles szakaszán támadjanak, ha nem akarják, hogy bekerítsék őket, hogy az előrenyomuló ékeik körüli területeket is ellenőrzésük alá vonhassák. Ez azonban rendkívül erőforrás igényes feladat, az oroszok pedig már többen vannak Ukrajnában, mint tavaly ősszel, és védelmi vonalaik, vonalaikat is erősen kiépítették, megerősítették. Az ukrán ellentámadásnak így minden esélye megvan arra, hogy helyi sikereket ugyan elérjen, ezután azonban a lendülete szükségszerűen megtorpanjon. Az amerikai cél tehát az, hogy olyan politikai légkört teremtsenek, ami a béketárgyalásoknak kedvez. Feltehetően ezért akarják bevonni a dologba talán Kínát is, és ezért gyűlnek lassan a terhelő hírek Zelenszkijel szemben. Neki ugyanis egy ilyen forgatókönyv esetén nem jutna már túl nagy szerep, és könnyen bűnbakká lehetne kikiáltani, amiért nem sikerült visszaszerezni Ukrajna minden korábbi területét. Mint kollégán Kosztúr András megállapítja, az ukrán vezetés vélhetően ezért sem siet az ellentámadással, ugyanis annak a vártnál is Sokkal jelentősebb sikert kellene elérnie ahhoz, hogy a nyugat továbbra is támogassa Kijev erőfeszítéseit. Jelenleg tehát úgy tűnik, Nagy-Britannia teljes mértékben támogatja Kijevet a háború további folytatásában, Washington azonban, mintha nem teljesen állna ki Kijev mögött. Ha azonban Oroszország jelentősen megtépázva kerül neki az ellentámadásból, akár politikailag, úgy Washington álláspontja is változhat, ahogy vélhetően a háború folytatása mellett döntenek akkor is, ha Oroszország egy esetleges helyi vereség után sem lesz hajlandó a kompromisszumra, és sikeresen esetleg újabb mozgósítást hagy végre. Ha az ukrán ellentámadás kudarcot val, és a sajtó felé sem sikerül eredményesként kommunikálni azt, úgy vélhetően a nyugat megkezdi a kihátrálást Kijev mögül, és megpróbálnak egy viszonylag kedvező békéhez asszisztálni. Ez azonban még odább van. Ez a béke ugyanis legalábbis de facto területvesztességgel járna Kijev számára, ami egyelőre Zelenszkijek számára elfogadhatatlan és hogy meddig tart a háború? Az elmúlt adásban két nyugati elemzőt idéztünk, most a Makronom intézet által szemlézett két oroszt fogunk, akik különböző kiindulópontokból elég meghökkentő, de teszem hozzá reális forgatókönyvvel álltak elő. Andrej Guruljov nyugalmazott tábornok jelenleg Parlamenti képviselő, a Duma tagja. Szerinte a NATO és Oroszország közötti háború Ukránföldön lehetséges, hogy csak 2030-ra vagy utána ezután ér véget. Amikor is a tábornok szerint Ukrajna lényegében megszűnik létezni. Az ő határideje 2027-2030 olyan merész, amit eddig kevesen mertek előrevetíteni. Guruljov szerint ugyanakkor Ukrajna ténylegesen eltűnik az összes térképről. Na, erről is kevesen beszélnek. Guruljov szerint amíg a legfőbb boros célkitűzések nem valósulnak meg, addig a Kreml és az orosz vezérkar nem fog engedményeket tenni. A tábornok szavai azt jelenthetik, hogy a jelenlegi, Véleménye szerint rákos és korrupt ukrán állam elpusztítása immár elengedhetetlen. Na ő se azt mondja, hogy ez volt az eredeti cél. Nem a tábornok az egyetlen ugyanakkor, aki szerint Moszkvának van ideje. Láthatóan Putyin is Ukrajna és a nyugat kifáradására játszik. Guruljov megemlíti, hogy Oroszország tíz évig harcolt Afganisztánban, a Csecsen háborúk során is három évet töltött intenzív és több mint tízesztendőt valamivel csendesebb konfliktusban. Miért kellene tehát szerint egy olyan országgal, amely sokkal erősebb, mint Afganisztán és Csecsenföld együttvéve, és a NATO teljes hodereje, támogatja őket, ezeknél kevesebbet harcolni? Sokan mondják, hogy Moszkvának a nyugati neoliberalizmus elleni élethalál harcában, most igazán a nagy orosz ébredés számít. Ehhez pedig idő kell. Oroszország célja, hogy 2030-ra nagyjából ne egy már elfeledett, romjai fölött álló, egyszerű győztesként jelenjen meg, hanem olyan államként, amely újra rákapcsolódott a történelem ívére, megtalálta önmagát, ismét megalapozta az elveit és a bátorságát, a világról alkotott elképzelésének védelmében. Természetesen ezek a célok, hogy ebből mi valósul meg, azt majd az idő eldönti. De nézzünk egy másik orosz elemzőt, Andrej Bezrukovot, aki jól egészíti ki gurújobb szavait, gondolatait. Bezrukov az SVR, az orosz külső hírszerzés volt ezredese, jelenleg a Gimó alkalmazott elemzése nevű tanszékének professzora, valamint az orosz kül- és védelempolitikai tanács agytörösztnek az elnöke. Bezrukov felhívja a figyelmet arra, hogy Amerika, a birodalom, a háttérhatalom nem fogja tétlenül nézni a közelgő masszív NATO megálláztatást Ukrajnában. Tehát Bezrukov úgy gondolja, hogy a nato meg fogják alázni Ukrajnában. Meglátjuk. Szóval érvelése szerint biztosan fel fogja gyújtani Dél-Eurázsiát, mármint az Egyesült Államok, Törökországtól Kínáig. És utal arra, hogy Xi Jinping elnök a Kremben tett legutóbbi látogatásán azt mondta Putyinnak, hogy a világ száz éve nem látott változásokon megy keresztül. Bezukov találóan emlékeztet bennünket az akkori, tehát a száz éve, 100 évvel ezelőtti állapotokra, és megállapítja, hogy 1914 és 1945 között a világ ugyanabban a köztes állapotban volt, mint most. Egyet értünk. Ez a 30 év teljesen megváltoztatta akkor a világot, a birodalmaktól és a lovaktól eljutottunk a két atomhatalomig, az enszig és a transatlanti repülés megjelenéséig. Most mi is egy hasonló időszakba lépünk, amely ezúttal körülbelül két évtizedig fog tartani, fejti ki Bezrukov. Azonnal hozzáteszi, hogy Európa előreláthatóan el fog sorvadni, mivel már nem az univerzum abszolút központja. Nem játszik, nem igazán komoly játékos. A hatalom újraelosztása közepette Bezrukov visszautal egy André Gunder Frank által a közelmúltban kidolgozott korszakalkotó elemzés egyik kulcspontjára. Ez szerint 200-250 évvel ezelőtt a gyártás 70% a Kínában és Indiában volt, és most körülbelül oda megyünk vissza, ami a népesség nagyságának is megfelel. Nem csoda tehát, hogy a leggyorsabban fejlődő régió, amelyet Bezrukov dél-eurázsiaként ír le, kockázati zónává válhat, amelyet a hegemon, Amerika és szövetségesei potenciálisan puskaporos hordóvá alakíthatnak át. Fölvázolja, hogy dél-eurázsiát konfliktusos határok fűszerezik, így például Kasmír, az örmény azeri konfliktus, vagy a tajik kirgiz határ, ami szintén konfliktusos, így a hegemon minden bizonyjal komoly energiát fog fektetni a vitatott határok miatti katonai konfliktusok kiéleződésébe. Valamint a szeparatista tendenciákba, például Belugisztánban. Kiegészítve bőven a CIA féle akciókkal. Bezrukov szerint azonban Oroszország még így is boldogulni fog. Hát kik bízzanak ebben, hanem maguk az oroszok? Teszem mi hozzá. Az érvei, az elemző érvei szerint Oroszországnak nagyon nagy előnyei vannak, mivel ő a legnagyobb élelmiszertermelő és energiaszállító. Tehát önellátó. Olcsó energia nélkül pedig nem lesz fejlődés és digitalizáció sem. Emellett Oroszország kapocs, kelet és nyugat között nélkül a kontinens nem tud élni, mert a kontinensnek kereskednie kell. És ha a dél leég, akkor a fő útvonalak nem az óceánokon keresztül délre, hanem északra vezetnek majd főként a szárazföldön keresztül. Bezrukov Oroszország számára a legnagyobb kihívást a belső stabilitás megőrzésében látja. Lámlám vissza kapcsolódunk oda. Amit itt az adás elején már említettünk, hogy éppen az Egyesült Államok most az orosz belső stabilitást próbálja megingatni. Szóval Bezrukov arra jut, hogy minden állam két csoportra fog oszlani. Ezen a mostani történelmi fordulóponton, tehát az államok két csoportra oszlanak, azokra, amelyek meg tudják őrizni a belső stabilitást, és észszerűen vértelenül lépnek át a következő technológiai ciklusba, illetve azokra, amelyek erre képtelenek, amelyek lecsúsznak az útról, és olyan véres belső összecsapásokat hoznak össze, mint amilyen a száz évvel ezelőtti volt. Az utóbbiak 10-20 évvel hátrának vissza, visszacsúsznak az időben, a fejlődésben, ezt követően nyalogatják a sebeiket és utána próbál, próbálkozhatnak csak meg felzárkózni a többiekhez. Ez volt a két vélemény a Makronom intézet szemlézi, szemlézésében, most pedig, a világ hektikusságát ideges és abszurd voltát demonstrálondó, összeválogattam néhány hírt. Először azt igazolandó, hogy az átalakulás felgyorsult, a világ átalakulása felgyorsult, és az Egyesült Államok stratégiai értelemben hibát követett el az ukrajnai háború forszírozásával. De még mielőtt ezért a mondatért, ezért a kijelentésért Megköveznének. Fogalmazzunk úgy, hogy nem volt ellenére a háború. Ebben biztos vagyok. Tehát milyen új tendenciákról beszélek? És mik mutatják azt, hogy felgyorsult a világ átalakulása? Itt van rögtön egy hír, hogy Oroszország és Irán úgy döntött, hogy a kölcsönös elszámolásban előnyben részesíti a jüan-t. A két ország már most 80%-ban nemzeti valutákban, rubelban és riálban folytatja a kölcsönös elszámolást a közös kereskedelemben, és most azon gondolkodnak, hogy, hogy nagy részt áttérnek a yuanra. Jelen pillanatban a dollár és az euró, aránya, a részesedése ebben a relációban, a kereskedelmi elszámolásukban nagyjából 20 és ez tovább fog csökkenni, főképp akkor, hogyha az Eurázsiai Gazdasági Unión, illetve a Brixen belül és áttérnek, vagy még inkább áttérnek a nemzeti valutákban történő elszámolásra. Tehát ebben az értelemben az Egyesült Államok stratégiailag elszámolta magát. Ezt már látjuk. Itt van egy másik hír, ami arról szól, hogy alakul, illetőleg egyre inkább fölgyorsul az Észak-Dél közlekedési útvonal, amely közútból, vasútból és tengeri útvonalból áll, és Szentpétervártól az indiai Mumbaiig vezet. Tehát ennek az építése, is itt szintén egy orosz-iráni hír, hogy 2024-ben elkezdhet ennek a közlekedési folyosónak a, az egyik, ut folyosó egyik utolsó szakaszának az építkezése. Ez pedig egy vasúti szakaszról van szó. Itt Rest és Astara között, közötti szakaszról. Itt arról szól még a hír, hogy az áruforgalom, a vasúti áruforgalom 2030-ra a tervek szerint 15 millió tonnára növekedhet, majd ezen a folyosón, ezen a közlekedési folyosón később 30-60 millió tonnára is megnövekedhet a forgalom nagysága. menjünk tovább, egy másik hírre, hiszen az Európai Unió úgy tűnik, hogy szerepzavarban van. Nyolc kínai céget szankcionálna a szankciók megkerülésének segítéséért, ebben való közreműködésért, és a következő kiszemelt célpont ezután esetleg India lesz. Hiszen nagyon jól tudja, mármint az Európai Unió, hogy egyebek mellett rajta, tehát Indián keresztül veszi maga az Unió is az orosz olajtermékeket. Nos, amennyiben ez így lenne, akkor Oroszország ezt nagyon-nagyon megköszönné, hiszen amennyiben az Európai Unió elkezdi Indiát is büntetni, azzal még inkább összehozza az úgynevezett nem nyugati blokk formálódását, amelyben, tehát ebben a nem nyugati blogban India az egyik kulcs szereplő. Menjünk megint csak tovább, hiszen Belgium átad Ukrajnának 92 millió Oroszországtól elkonfiskált, tehát elvett vagyont. 92 millió dollárnyi vagyont. Ez az összeg ugyan kicsi, de ez csak a kezdet. Azért tegye, teszem hozzá, itt most már az Egyesült Államok is hogy ennek, ennél egy nagyobb, valamivel nagyobb összeget átadott Ukrajnának, azt pedig az egyik orosz oligarchától, az oligarcha számláiról foglalta le. Szóval teszem hozzá, hogy miről is van szó? Ezzel ugyanis a kapitalizmus alapjait rengetik meg éppen a legnagyobb kapitalisták. De ha már itt számlák blokkolásáról van szó, akkor ugorjunk egy kicsit közelebbre Csehországba, ahol három, a hírek szerint három bank is, a Kreditas, az Unicredit Bank és a CSOB elkezdte az orosz állam, orosz és a belorusz állampolgárok számláinak annulálását, megszüntetését. És ezt ezek a bankok a CSOB kivételével el is ismerték, és nem törődnek azzal sem, hogy az adott állampolgárnak éppenséggel munkavállalási, vagy éppen tanulmányi vízuma van, vagy nincs. Az orosz ellenes láz tehát tombol ebben a térségben, és ha már itt a bank számlák zárulásánál, illetőleg annulálásánál tartunk, akkor meg kell említeni azt is, hogy ö, korábban egy ciprusi bank, a Bank of Cyprus szintén 4000 orosz kliens ö, az országban élő orosz kliens számláját szüntette meg. De ha már Csehországnál tartunk, akkor lépjünk tovább, hiszen Csehország ebben az óriási orosz ellenes lázban már ott tart, hogy az orosz nagykövetség ingatlanjait veszi vissza, foglalja le Prágában, Brnóban, illetőleg kárlovi ezek az ingatlanok egy még Csehszlovákia idején megkötött szerződés értelmében ingyenes használatban vannak, vagy voltak most már. Tehát orosz, ingyenes orosz használatban voltak. Itt jegyezném meg, hogy ugyanezt teszi Lengyelország is, hiszen egyik napról a másikra itt a, a hónap elején lefoglalta, illetőleg kiürítette az orosz nagykövetség mellett működő orosz iskola épületét, lefoglalta, illetve zárolta az orosz nagykövetség számláját. Ugyanezt tette Finnország is, cserébe Oroszország ugyanúgy lezárolta a finn nagykövetség Oroszországi számláját. Szóval megy itt a háború az országok között. De ha már Csehországnál jártunk, akkor nézzünk át kicsit a szomszédba, hiszen Szlovákiában új ideglenes, mert ugye választások lesznek ősszel, új ideglenes miniszterelnök van, és sokan megörülhettek annak, hiszen Ódor Lajos személyében magyar nemzetiségű miniszterelnökről van szó. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok ettől olyannyira megjavulhatnának, hiszen Ludovit Ódor, vagy Ódor Lajos egy párton kívüli közgazdász, és hat évig volt a Nemzeti Bank alelnöke, Egészen idén januárig, és a komárnói születésű közgazdász nagyon komoly szerepet játszott az euró szlovákiai bevezetésében, és egyáltalán nem híresült el arról, hogy kiállt volna valamikor is a szlovákiai magyar kisebbség védelmében. Tehát egy liberális közgazdászról van szó, aki egyébként a 2010 és 2012 között a kormányfői posztot betöltő Iveta Radicsovának a tanácsadója is volt, és egyébként előadásokat tart a fiskális politikáról a Közép-Európai Egyetemen, korábban Budapesten, most pedig Bécsben. Az elmúlt adásban már említettük a Königsberg Kaliningrád körül a név kialakult névvitát, mármint konkrétan azt, hogy akkor a lengyelek így próbáltak ütni egyet Oroszországon, hogy ezentúl Königs, vagy ezen túl lengyel elnevezéssel fogják illetni Kaliningrádot, tehát nem nevezik többet Kaliningrádnak. Miről is van szó? Ez az e Orosz Exklávé, vagy Königsberget eredetileg 1255-ben alapította a német lovagrend, az újkorban előbb Poroszország, majd a Német Egység létrejöttét követően a Német Császárság egyik fontos városa volt. Leghíresebb szülötte a német felvilágosodás filozófusa Immanuel Kant. Kaliningrád a központja a Lengyelország, Litvánia és a Balti tenger által határolt, stratégiai fontosságú helyen elhelyezkedő hasonló nevű orosz exklávénak, és ha a történelemnél tartottunk, akkor azt is jegyezzük meg, hogy a város és környéke a II. világháború végéig Königsberg néven Németországhoz tartozott, mint már említettük, de a 15. és 16. században Lengyel Fenhatóság alatti sárt, pontosabban Lengyel-Litván Unió fennhatósága alatt. És akkor itt jön, hogy a földrajzi nevek egységesítésével foglalkozó Lengyel bizottság május 9-én javasolt, amit már említettem, hogy a várost és az egész exklávét a lengyel használatban nevezzék vissza régi lengyel nevére, Krúlewjeckre, ami rögtön ki is váltotta a Moszkva aragját, de itt még nincs vége a történetnek, hiszen három nappal később a litván parlamenti képviselők is javasolták, hát miért ne? A litván nyelv állami bizottságának, hogy változtassák meg Kaliningrád nevét a város és terület régi litván megnevezésére, tehát Karaliaciusra. a lett ezután pedig hogy ők sem maradjanak le, a lett állami nyelvi központ is követte a lengyel és a litván példát, és két formulát is javasolva, a régi lett megnevezéssel Karalaucsi, vagy a német név lettesítésével Königsberga nevet javasoltak. Szóval tombol az elnevezési háború, és úgy tűnik, hogy hát ezek az országok így próbálnak, csapást mérni, idézőjelben csapást mérni Oroszországra. Ebből a idézőjelben háborúból két következtetést vonok le. Az egyik az, hogy Litvániának és Lettországnak hogy, hát erősen megkérdőjelezném a stratégiai autonómiáját, hiszen mint a mostani eset is mutatja, hogy nem telik el három nap, és már is mindenben követik Lengyelországot, bármiben, tehát ugranak utána a kútba is, hogyha kell, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mi lehet a következő lépés. Hiszen Kareliaciusz a litván terület, vagy litván elnevezésben a terület, ugye az egykori, Kis Litvánia, ö, hát ki nem, kimondva, ki nem mondottan, egy litván területnek számít a litván köztudatban. És ö, olyannyira, hogy a litván ö, Litvánok úgy gondolják, hogy 1944-45-ben, amikor az oroszok elfoglalták Kelet-Poroszországot, vagy, vagy megindították a Kelet-Poroszországi Katonai Offenzívát, ö, ezt a napot a kis Litvánia lakóinak genocidiumára emlékezve tartják meg, mind a mai napig. Most mi jön ezután? igényt fognak tartani kis Litvániára? Hát ezzel lesz egy kis probléma, hiszen ez néhány szavuk lesz a lengyeleknek is, akik már egy korábbi védelmi miniszter személyében az elmúlt években már kijelentették, hogy esetleg vissza kéne hozzájuk csatolni Kaliningrádot, Königsberget, és hát akkor a jelenlegi állapotban ugyan a németek nem nagyon szoktak kiállni magukért, de feltehetően nekik is lenne néhány szavuk mindehez, arról nem is beszélve, hogy Oroszország aligha, fogná, aligha engedné mindezt. Az viszont biztos, hogy egy információs ide, ideológiai álháború, ami most folyik, az rossz esetben megalapozhat egy Baltikumi háborút is de ne fessük az ordögöt a falra. Ha már a lengyeleknél tartott, tartunk, akkor a Moszkvatér egyik cikkéből idéznék néhány, néhány, néhány passzust az atlantista mintadiákról, hogy miért is neveztük atlantista mintadiáknak Lengyelországot. Lengyelország európai súlyát az Ukrajnában dúló háború alaposan felértékelte, erről már ebben az adásban is többször beszéltünk. Varsó minden erővel igyekszik kihasználni a kialakult helyzetet középhatalmi ambícióinak kiteljesítésére. Ez kiderül a lengyel diplomácia áprilisi mozgásából is. A találkozók atlantista mintadiáként mutatják meg az önmaga megnövekedett súlyát érezve egyre agresszívabb retorikát használó Lengyelországot. Ezekből a találkozókból, ezekből a mozgásból kiderül, hogy Varsó nagyon nem nézi jó szemmel, ha valaki nem áll ki teljes merszélességgel a háború folytatása mellett. De a sorok között azt is kiolvashatjuk, hogy a lengyel kiállás Ukrajna mellett korán sem önzetlen. Szóval nem árt, ha vigyázó szemünket Varsóra vetjük. És akkor nézzük például az elmúlt hetekből, hogy milyen megnyilvánulások alá mindazt, amit itt az előbb megfogalmaztam. Például Mateusz, Mateusz Moraviecki, lengyel miniszterelnök még áprilisban háromnapos Egyesült Államokban tett látogatása során találkozott Kamala Harris alelnökkel, és közös sajtótájékoztatók, sajtótájékoztatójukon Morawiecki elmondta, Varsó és Washington hasonlóan értékeli a fő globális fenyegetéseket, amelyek nem csak az ukrajnai orosz agresszióval, hanem Kína fejlődésével is összefüggenek. A két oldalú kapcsolatok, mint fogalmaztak, soha nem voltak olyan jók, mint most. Én is így látom. Harris értékes szövetségesnek, partnernek és barátnak nevezte Lengyelországot, amelyhez az Egyesült Államokat tartós demokratikus értékeken alapuló kapcsolat fűzi, bla bla bla. kijelentette, hogy a nyugatnak egységesnek kell maradnia, és meg kell védenie Ukrajnát, ellenkező esetben egy globális konfliktus kockázatával kell számolnia. Na ezt is hallottuk már eleget. A lengyel kormányfő hozzátette, szerinte a régi Európa vereséget szenvedett, amikor bízott abban, hogy Oroszországgal meg lehet egyezni, de van egy új Európa, amelynek vezetője Lengyelország. Na, megérkeztünk. Ez itt a lényeg. Az új Európa emlékszik arra, hogy milyen volt az orosz kommunizmus, ezért Lengyelország az Európai Biztonság alappillérévé szeretne válni, és a legerősebb hadsereget akarja kiépíteni Európában. Fogalmazott Morawiecki. És egy az amerikai szövetséges is úgy ítéli meg, hogy Lengyelország az európai NATO szövetségesek vezetőjévé vált. Lengyelország újabban vezetőként tűnt ki Európában a NATO szövetségesek között, rendkívüli szövetséges, megbízható és az amerikai csapatok csodálatos házigazdája, ezt így értékelte Szeleszta Valander, az Egyesült Államok Nemzetközi Biztonságért Felelős Miniszterhelyettese. Itt Lengyelország szerepéről beszélve az észak Szerződés szervezetében. Valander a Washingtoni Képviselőház Fegyveres Erők Bizottságának ülésén azt is kijelentette, hogy Lengyelország hihetetlenül bátor és segítőkész partnere az Egyesült Államoknak. Ukrajna biztonságához nyújtott segítségben az ukrán fegyveres, fegyveres erők kiképzésének támogatásában. Hát a szerelem óriási, azt látjuk. Folytatom az idézetet. Lengyelország valóban vezetővé vált az európai NATO szövetségesek között, és nagyon szerencsésnek tartom magunkat, mármint fogalmaz Valander, hogy a harci egység számára Lengyelország a keretnemzet, mert rájuk számíthatunk. Fogalmaz az amerikai védelmi miniszter helyettese. Szóval dúl az amerikai lengyel szerelem, hogy ez jó nekünk vagy nem, mindenki döntse el. És közben több mint 11 millió érkeztek már Ukrajnából a háború kitörése óta Lengyelországba. Pontosabban 11,3 millióan lépték át a lengyel határt, Időközben 9,5 millióan visszatértek Ukrajnába, és becslések szerint jelenleg mint egy másfél millió ukrajnai ukrán él Lengyelországban, és sokan más országokba mentek tovább. Az orosz invázió elől menekültek számára tavaly március óta törvény biztosítja Lengyelországban, hogy tajszámot kapnak, és joguk van az ingyenes egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, valamint a szociális juttatásokhoz is. Azt sem felejtsük el, hogy Lengyelország Ukrajnának nyújtott pénzügyi segélye a lengyel GDP 2%-ával egyenértékű. Idáig ugyanis Lengyelország mintegy 50 milliárd zloti támogatásban részesítette Ukrajnát. Ezek után alig ha lepődünk meg, hogyha Mateusz Morawiecki, úgy gondolja, hogy Franciaország és Németország nem nyújt kellő támogatást Ukrajnának. A lengyel miniszterelnök szerint minden NATO-szövetséges azt akarja, hogy Ukrajna győzzön, de nem feltétlenül azonos mértékben. Németország és Franciaország gyors fegyverszünetet akar, csak nem bármi áron, fogalmaz Moraviecki a fegyverszünet óhaját a lengyel kormányfő az egyre nagyobb háborús fáradtságnak tulajdonítja, ami szerinte bizonyos fokig még az Egyesült Államokban is megfigyelhető. Muraviecki harcos álláspontja szerint Párizs és Berlin nem mutat komoly nemzetközi lépéseket annak érdekében, hogy támogassa a katonai raktárak és arzenálok teljes megnyitását Ukrajna ellátására. Hát esetleg teszem hozzá azért, mert szeretnék még a jövőben saját magukat is megvédeni, és nem átadni minden fegyvert bárkinek, adott esetben Ukrajnának. Hogy a lengyelek mennyire agresszívá és követelőzővé váltak, követelőzővé váltak másokkal szemben, azt mutatja Duda, Ausztria, Duda államfő, Andrzej Duda államfő ausztriai látogatása is. A lengyel elnök ugyanis több humanitárius segítséget sürgetett Ausztriától Ukrajna számára. Duda hangsúlyozta, hogy Oroszország agresszióját meg kell állítani. Figyelmeztetett arra, ha Oroszország agresszióját nem állítják meg, az hatalmas veszélyt jelentene Lengyelország és Európa ezen része számára a jövőben. Ezt a retorikát is ismerjük, de hát én nem látom azt, hogy Oroszország Európát akarná elfoglalni. De hát az orosz beszéd. Fel kell nagyítani ahhoz, hogy ön továbbra is ömöljön a fegyver Ukrajnába. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, hogy látják a lengyelek Magyarországot, hiszen, mint a lengyelek fogalmaznak, Magyarország teljesen másképp tekint az orosz agresszióra. Mateusz Moraviecki, Ukrajna euratlanti támogatóit három csoportba sorolja. Az angolul beszélő országokra, kelet-közép-európa országaira, leszámítva Magyarországot, és nyugat-európa többi részére. Egyebek között erről beszélt a lengyel miniszterelnök Washingtoni látogatása során az Atlanti Tanács rendezvényén. Az Agytrözt honlapján olvasható beszámoló szerint Mor Moraviecki kijelentette, a kapcsolat Magyarországgal Sokat változott az Ukrajnára és Oroszországra vonatkozó magyar álláspont miatt. Mint hozzátette, Magyarország helyett döntő fontosságú a nagyon szoros együttműködés Romániával és a Balti államokkal. Látjuk. Zbigniew Rau, lengyel külügyminiszter közben hasonló módon érintette a lengyel-magyar kapcsolatokat a Varsói Parlament alsóházában, a szemben a lengyel külpolitikai idei céljait bemutató beszédében. Rau elmondta, hogy a visegrádi négyek továbbra is megmaradnak a lengyel külpolitika eszköztárában, de ahhoz, hogy a visegrádi együttműködés lehetőségeit kiaknázhassák, megpróbálják meggyőzni magyar partnereiket, hogy új módon tekintsenek az Oroszország felől érkező fenyegetésre. Hát én nem kötném a kettőt teljesen össze, de hát a lengyelek tudják. Rau azt hangsúlyozta, hogy Magyarország teljesen másképp tekint az ukrajnai orosz agresszióra, annak okaira és befejezésének kívánatos forgatókönyvére. És ez olyan különbség, ami Lengyelország és egész Európa élet érdekeit érinti. Na azért ne túlozzunk ennyire. Rau azt is bejelentette, hogy Lengyelország támogatni fogja a NATO és Oroszország közti kapcsolatokat szabályozó 1997-es alapokmány felmondását. No, ebben nem kételkedünk, hiszen minden kapcsolatot felrúgna, felmondana Lengyelország Oroszországgal. De azért azt is jegyezzük meg, hogy a lengyel álláspont még mindig jobb, mint az ukrán álláspont, amely immár, hiszen Kiev immár nyíltan zsarolja Magyarországot. Egyrészt ötszörösére emelni a tranzitdíjat a is, mint hallottuk, mint kiszivárgott, a ukrán államfő már azon is gondolkodott, hogy felrobbantsák a barátságkőolajvezetéket, így okozva károkat a magyar gazdaságnak. És egyébként pedig a MOL és a lengyel a csővezetéket irányító lengyel cég, bocsánat, ukrán cég közötti tárgyalásokból, levelezésből kiderült, hogy az ukrán fél azzal elégedetlen, hogy Magyarország korlátozza, korlátozta a mezőgazdasági termékek importját, az ukrán mezőgazdasági termékek importját. Azért itt megjegyezném, hogy Korlátozta azt Lengyelország, Bulgária, Románia, tehát öt ország. Ebből csak Magyarországot emelik ki, és Magyarországot büntetnék, no? Hát akkor értjük. Értjük azt, hogy Ukrajna milyen, mód, milyen hogy fog hoz Magyarországhoz állnia a jövőben, tehát erre kell készülnünk, és jó lesz, hogyha Európa azt is azzal is tisztában van, tisztában lesz, hogy ugyanígy fog hozzájuk állni lásd, például ahogy Németországgal viselkedett az ukrán diplomácia, ugyanúgy fog Európa bármelyik országához állni, ha valami nem tetszik neki. Ezért nem csak visszatetsző, hanem öngyilkos politika és az, amit például Ursula von der Leyen folytat, hogy finoman szólva is elmismásolja ezt az ukrán zsarolást, fenyegetést, Magyarországgal szembeni fenyegetést, hiszen ne felejtsük el, egy Európai Uniós és egy NATO tagállamot fenyeget így Ukrajna, és Ursula von der Leyen először még nem is akart erről hallani, most már azért visszautasítják legalább azt, hogy ők is támogatták volna, mint azt Kiev kommunikálta, hogy, hogy akár nyugodtan robbantsák föl a barátság kőolajvezetéket. Na ennyit erről, menjünk tovább, hiszen vannak problémák, és van itt a tombol az őrület máshol is, például Moldovában. Moldovában, ahol az a Gagauz autonóm köztársaságban tisztogatna Maja Sandu elnök, hiszen az autonóm területen választásokat rendeztek, és, és az Oroszországgal jó kapcsolatokra törekvő jelölt Jevgenyi Hucul a sor párt jelöltje győzött. Mit tesz erre Kisinau? begyűjti a szavazólapokat, majd ő megmondja, mi lesz az eredmény, és ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy a moldovai parlament elnöke Igor Grosszú korábban már azt tanácsolta, hogy miközben az egész ország Európába törekszik, akkor az ország egy része, hát itt konkrétan Gagauziára, vagy a Transnistriai, vagy a Nyeszter melléki területre gondolhatott, nem választhatja Oroszországot. Mindezzel kapcsolatban azért jegyezzük meg, hogy azért ne lepődjön meg Maja Sandu kormánya azon, hogy ha ezek után a Gagauz autonóm terület esetleg egyfajta második Dnyeszteren túli köztársasággá szeparatista területté válik, hiszen Kisinau mindent megtesz ezért. Maradjunk még a posztszovjet térségben, itt konkrétan Oroszországnál, hiszen egy friss felmérés, felmérés arra volt kíváncsi, hogy az oroszok hogy viszonyulnak jelen helyzetben a különböző országokhoz, különböző népekhez. És itt 2019-el 2019 összehasonlítva az oroszok barátibb módon közelítenek Belarushoz, Négy évvel ezelőtt 58% gondolta azt, hogy barátian viszonyul a szomszédos Belarushoz, most már 78%. Kínához 2019-ben 51% viszonyult barátian, most már 72%. Indiához négy éve 21% ö, ö, át barátian, jelen pillanatban már 39 százalék. Irán esetében ez az arány 2019-ben 7 volt, most 25 Brazília esetében 3 százalékról pedig 17 százalékra nőtt ez a szimpátia koeficiens. És közben kevésbé barátian állnak az oroszok, kazasztánhoz, az egyre inkább lavírozó és óvatoskodó kazasztánhoz, 2019-ben 49 a megkérdezettek 49 a gondolta úgy, hogy kazasztán baráti állam, most csak 28. Németország esetében 2019-ben 11 volt ez az arány, míg most csupán 1 gondolja barátinak Németországot. Izraelt annak idején négy éve 8 gondolt a barátinak, most három. Ami pedig a úgynevezett nem baráti országokat illeti, Amerika esetében ez az arány, tehát hogy nem barátinak minősítette 2019-ben 71 most 82 Németországot akkor 13 százalék minősítette nem barátinak, most 50 -e, százalék, Nagy-Britanniát az akkori 34 jel szemben most 47 százalék, Franciaországot a 2019-es 10 százalék helyett most már 36 Japánt 7 százalék helyett 19, Olaszországot pedig az 4 évvel ezelőtti 1 százalék helyett immár 9 százalék, tartja nem baráti országnak. De ne így fejezzük be ezt az összeállítást. Legyen egy, egy kicsit vidámabb, úgymond sikertörténet hír, és egyébként nagyon jól kifejezi ez is a jelenlegi helyzet, a világ abszurditását. Arról van szó, hogy Ramzan Kadirov csecsen vezető azt, állítja, tele, azt állított a Telegram csatornáján, hogy az ukrán titkosszolgálatok a cseh rendőrség munkatársaival együttműködve 18 ezer dollárért cserébe visszalopták számára a még 2014-ben szankciók alá vont lovát, zazut. Ehhez tudni kell, hogy még 2014 előtt Ramzan Kadirov, a lovak nagy barátja, egy egész ménest vásárolt Csehországban, és ott is tartotta. Nos, 2014 után ezt a ménest lefoglalták, és most állítólag az ukránok ajánlották föl méghozzá a szolgálat, hogy segítenek Zazut visszaszerezni. A legutolsó bejegyzése Kadirovnak arról szólt, hogy Zazu már meg is érkezett, átlépte a határt, Ráadásul valahol ott az egyeztetésnél, az átadás-átvételnél némi nézeteltérés is támadt, és még csak a 18 ezer dollárt sem kellett kifizetni, hiszen emberei anélkül léptek le a lóval. Na mindegy, a lényeg az, hogy Zazu visszatért, és ha minden igaz, hogy ezt a cseh rendőrség és a ukrán titkosszolgálatok közreműködésével tették, hát akkor ez a világ tényleg megbolondult. Köszönöm a figyelmüket, Stír Gábort hallották, iratkozzanak föl az Ultrahang Plus csatornára, hallgassák a Moszkvatér Plus adásait, kövessék a moszkvatér.com-ot, és köszönöm még egyszer a figyelmüket.